Rendkívüli hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Ennek megfelelően Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utcai irodában is szünnap nélkül fogadják az ügyfeleket. Ebben a hónapban valamennyi a járványügyi vészhelyzet ideje alatt automatikusan meghosszabbított irat érvényességgel lejár. Ezeket a nyitvatartási időn túl szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között cserélik. A lejárt okmányok cseréjéhez előzetes időpontfoglalásra van lehetőség az időpontfoglaló.kh.gov.hu internetes felületen, de ha időpont nélkül szeretnének az ügyfelek érkezni hozzánk, akkor természetesen erre is van lehetőség, a kormányablakban sorszámhúzással is történik az ügyintézés. A hétköznapi forgalomhoz nyilván nem hasonlítható, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az ügyfelek azért igénybe veszik a szolgáltatást. Elsősorban utazás előtt állók húztak sorszámot Zalaegerszegen. A kezdeményezés a kisgyermekeket nevelő szülők számára különösen előnyös, mivel így el tudják kerülni a sorban állást. Észrevettem, hogy a gyerekek személyigazolványa lejárt, és szerettük volna kihasználni ezt a szombati lehetőséget, mert így mégiscsak könnyebb ilyenkor elintézni az ügyeket, mint a mozgalmas hétköznapokban. Egyszerre szeretnénk mindent intézni, gyakorlatilag a két kis lányomnak első személyigazolványokat szeretnék csináltatni, majd ugyanúgy nekünk felnőtteknek a lejárt útleveleket érvényesítetni, újra készítetni. Érdemes mindenkinek leellenőrizni, hogy mikor járnak le a nélkülözhetetlen okmányok. Ezek mindegyikét ezen a hétvégén is le lehet cserélni. A nyitvatartó kormányablakok listája elérhető a www.kormányablak.hu oldalon.